Tarka népviselet és Petőfi Sándor szobra. Ez nem is lehet más, mint Bácskertes. Az amatőr színjátszók találkozójára Vajdaság minden részéről érkeznek társulatok. Egy hét alatt 19 előadást láthat a közönség. Akkor, amikor egy rendezvény, egy amatőr rendezvény eljut abba a fázisba, hogy nagykorú legyen, akkor nagyon sok kérdést önmagától is megválaszol. Mégpedig azt, hogy mi az az emberekben, nem csak az amatőrökben, hanem a hivatásosokban és a zsűritagokban, a szervezőkben, ami életben tartja ezt a 96-ban elgondolt találkozót, és ez a legtisztább szenvedély. Amikor eljövök egy ilyen találkozóra, akkor én maximálisan nyitott vagyok, tehát elvárásaim nincsenek. Annyit várok, hogyha valaki valamit csinál, akkor a saját szándékaihoz képest azt jól akarja csinálni. Azt látom, hogy a produkciók mind komolyabbak, és ezt bizonyítja az a folyamatos érdeklődés, amelyik ezeken a rendezvényeken, ezeken a fesztiválokon jelen van. A rendezvény a falu művelődés életét bemutató kiállítás megnyitójával kezdődött, majd megkoszorúzták a helyi kultúrszervező, idősebb Sturc József emléktábláját. Az ő nevét viseli a Bácskertesi Amatőr Társulat. A faluban három előadást szoktunk minden új darabban tartani. Elsőre teltházunk szokott lenni a 350 férőhelyes, másodikra hát úgy, majdnem, hogy teltház, és akkor harmadik az olyan félház. Akkor kész, akkor itt már nem. Környező falvakban, vendégeknek, stb. A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozója jövő vasárnap zárul.